Az Oromi Lecsó Fesztivál egy családi rendezvénynek indult, abból alakult aztán ki ez a fesztivál. Az idén 13-an vettek részt, de gyerekek is voltak közöttük, például az Oromi Zengő sütifőzi tábor résztvevői. Voltak velünk felnőttek, akik mondták, hogy mit, hogyan csináljunk, de legtöbben gyerekek csináltak. Csak kellett kis utasítás, irányítás nekünk. A rendezvény, amelyen az Oromi családok és baráti társaságok mellett kipróbálták ügyességüket, a Vajdasági Magyar Szövetség helyi fiatal tagjai, a Kispiaci helyi közösség csapata és egy több mint 20 fős társasággal, a Völgyesiek is, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a faluban. A Lecsó Fesztivállal továbbiakban is ugyanígy kívánunk haladni, minden évben megrendezni, minden évben meghirdetni, és bízunk benne, hogy akik szeretik a régi paraszti ételeket, nálunk biztosan megjelennek. Az Oromi Szélmalom tövében megrendezett 6. Lecsó Fesztiválon a zsűri elnök értékelése szerint kiváló ételek készültek, egyetlen egy bográcsban nem került bele a kozma. Ha azt mondjuk, hogy gyüvecs, akkor már van benne tehát hús vagy valami kolbászféle, vagy valami. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szűzlecsó, tehát az, amit már elmondtam, hogy hagyma, paprika, paradicsom. Ez volna a hagyományos valamikori emberek, amit mondjuk rá főztek lecsónak. A zsűri értékelése alapján az első és a harmadik díjat Oromi, a másodikat a Völgyesi csapat érdemelte ki. Az Oromi Lecsó Fesztivált a Magyar Kanizsai Önkormányzat mellett a tartomány is támogatta.